Sziasztok mindenkinek, Eni vagyok. Most a mai videóm témájának azt választottam, hogy közeleg a karácsony, még a háladás itt sincs, és tudjátok, mit látok? Már karácsonyi dekoráción a Starbucksban, karácsony fák már ki vannak téve az ablakban, karácsonyi díszek már fel vannak téve. Itt nem úgy van, mint otthon, hogy a karácsony, karácsony, vagy karácsonyra van. Itt egy hónapnál is tovább is tarthat a karácsony itt az embereknek. Ők már a karácsonyi zenéket már elkezdik játszani, mindent, és még háladás itt sincs. Más Amerika, mint Magyarország. De már az jutott eszembe, hogy háladásról is mesélj egy kicsit, mert a háladás, vennem kell egy pulykát a háladásra, édes krumplit szoktak tálalni, ezt a cranberry szószt, áfonya szószt, azt még meg kell csinálnom, vagy veszek készen, majd meglátom, illetve édes krumplit szoktak csinálni ilyen pekándióval, amit én tapasztaltam. Ez az ilyen alap, mellé még lehet sok minden mást is hozzátenni. Ninácska írta az iskolában, hogy ki miért hálás. Ninácska azt írta, hogy ő az apukájáért hálás. Kicsit rosszul esett, de most na, szereti az apukáját is, úgyhogy most ez az, ami új. Jöttem munkába, most persze, mivel tudják, hogy elmegyek, most már minden a lószal próbálnak rám tenni. Most is mondta a főnök, hát mivel elmegyek, bevállalhatnám a következő hétvégét is. Aztán mondtam neki, hogy nem akarom bevállalni a következő hétvégét, mert ez az oka annak, amiért elmegyek. Hogy a hétvégék az ünnepek és a délutáni műszakok, úgyhogy. De ez lenne az utolsó hétvége. Persze mondtam neki, igen, egymás után kettő, nem akarom bevállalni, ha csak rá nem kényszerít. Aztán nem szólt semmit. Mondta, hogy akkor szombatot vállaljam el. Úgyhogy szombatra már betett, de vasárnapra nem. Úgyhogy ezek a hülyeségek, amik felidegesítenek itt ezen a munkahelyen. Na, most csak ennyit akartam, a karácsonyi dolgokról ez eszembe jutott, meg közben, hogy megláttam a munkahelyemet, ez is eszembe jutott, úgyhogy ez jó kis videó lett, de nem baj, ilyen is kell. Sok puszi, sziasztok! Sziasztok, Eni vagyok! Kicsit torzom borzosan, mert siettem reggel a fogorvoshoz, végre megcsináltatom ezt a pótlást itt a fogalmhoz, ami nagyon-nagyon zavar egyébként, és járok erre a lézeres inkezelésre. Most ez volt a azt hiszem negyedik alkalom, hogy mentem. Ezen kívül, tudjátok, mi történt? Már még soha nem történt velem itt Amerikában, de pont hallottam a rádióban, hogy az emberek most ilyenkor december közeletével milyen nagy lelkűek és adakozóak, és mentem a Starbucksba munka előtt, mondtam, veszek magamnak egy lattét, és az történt, hogy nem kellett kifizetnem, mert az előttem levő autóban, nem tudom, hogy ki ült előttem, férfi vagy nő, azt sem tudom, de kifizette a lattémat. Azt mondta a csaj, hogy az előttem ülő ember kifizette. Néztem magam, hogy miért fizette ki? Aztán mondtam, hogy oké, köszi. És csak így elgondolkoztam, hogy pont most hallottam a rádióban egyébként, vagy két napja, hogy tényleg az emberek adakozóak, és jön a karácsony, és stb. Aztán tök jó, tökre meglepett egyébként, kellemes meglepetés, jól indult a napom. Kellett is, miután a fogorvos lehúzott megint. Na, de nem baj. Most ezen a fogtémán rajta leszek. Ennyit akartam karácsonyra, ennyit szeretnék nagyon. Ez tényleg zavar, és nem szeretem, hogy ilyen. És félek attól, hogy a többi fogam el fog mozdulni. Úgyhogy most ezt megcsináltatom. Ezen kívül Carolant megkértem. Megkérdeztem Carolant, én nem erőltetek senkire videókat. Ez YouTube-os dolog, és nem mindenki szeret szerepelni. De megkérdeztem tőle, hogy szeretne új videót is, mondta, hogy persze ő szeretne, úgyhogy majd munka után, hogyha itt lesz ma, nem mindig jön dolgozni, ő részmunkaidőben van. Ha itt lesz ma, akkor majd próbálok vele csinálni egy videót. De mivel azt mondta, hogy őrült vagyok az előzőben valamivel, vissza kell vágnom neki. Majd felolvasom, valamit fel kell vele olvastatom, ami jó pofa. Azt, hogy egy kis majom vagyok, vagy valamit még kitalálom. Na, sok puszi nektek, sziasztok! Igen, itt már egyébként minden karácsonyi, mindjárt bele is vágom az előző héten készített videómat ide.